A házasság hetében járunk, nagyon sok orgánumban, nagyon sok televízióban, médiában ez a téma. Mi is foglalkozunk vele egy kicsit másképp. Itt van nekünk Terézvárosban egy nagyon kedves házaspár, a Radácsi házaspár, Radácsiné Kémarosi Éva és Radácsi András, akik nem olyan rég kötöttek házasságot. Picit más oldalról fogjuk meg a témát. Hol ismerkedtetek meg? Mondja, Andris. Hát gyakorlatilag még egy munka ismeretség, az évi fürdőszobaszalonokban dolgozott, és én egy cég képviseletében ugye többször bejártam munka okán, és volt köztünk egy munka kapcsolat, így ismerkedtünk meg. Ennek mennyi ideje? 9 éve. 9 éve. Na, hát akkor eltelt jó pár év, közben folytak a munkák, és aztán mi történt, hogy ebből a házasság? Hát egy picit ki kell javítsam, mert igen, mert ez a, majd akkor ez korrigálva lesz, mert ez a kapcsolat, vagy ez az ismeretség, ez körülbelül 12-14 évre tehető, és amikor ez komolyra fordult köztünk, tehát megváltozott köztünk bizonyos érzelmek, ez 9 évre tehető, 9 évvel ezelőtt történt. Egész pontosan. Mi volt ez a pillanat, amikor fölfedezted, Évi, hogy az úr, aki bejár hivatalos munkába, az egy kicsit máshogy tekint rád? Hát meg tudod fogalmazni? Igen, igen. Egyszer volt egy szakmai út, amire teljesen véletlenül én kerültem be, és olyan érzésem volt, hogy ismerem őt már nagyon régóta, de azt az embert, akit akkor megismertem azon az úton, egymás mellett ültünk, az egy teljesen más ember volt, és olyan érzésem volt a nap végére, hogy nem szeretnék hazamenni, jó vele, lehetne több idő, tehát egy ilyen fura, megmagyarázhatatlan érzés volt, amit próbáltam természetesen elnyomni, ideig, óráig sikerült is. Ugyanezen az úton önben is elő, vagy az ön gondolataiba is előfordultak ilyen érzések? Igen, én is ugyanezt éreztem, hogy pontosan egy picit húzzuk az időt, hogy minél később vigyem őt haza, minél tovább legyünk együtt. Aztán utána egyre sűrűbben kerestem azt a lehetőséget, vagy megteremtettem azt a lehetőséget, hogy mindig valami ügyel bementem oda a munkahelyére, és akkor aztán ugye természetesen munkaidőn kívül is megkérdeztem, hogy ígyunk egy kávét, vagy találkozunk, beszélgessünk, és akkor így kiderült mind a kettőnk számára, úgy gondolom, elég gyorsan, hogy érzelmileg is közelebb kerültünk egymáshoz. Manapság, pláne felnőtt korban, a felnőtt kapcsolatoknál nagyon meggondolják az emberek, hogy házasságot kössenek-e. Általában mindenkinél van egy másik család, vannak gyerekek, sokszor vannak unokák, elköteleződések. Gyerekek sem mindig pártolják, a családtagok sem, hogy házasságra lépjenek, mondjuk azt mondom, most húzunk egy vonat 50 év fölött, hiszen van egy egzisztencia, amit a család félthet. Mégis azt az utat választottátok, vagy választották, hogy össze kéne kötni az életeteket. Voltak a háttérben ilyen problémák, gondok, amiket meg kellett oldani az új közös élethez? Voltak. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten igyekeztünk a legeslegjobban megoldani ezeket a problémákat. Mind a ketten mindent megtettünk azért, hogy mind a két félnek kevésbé fájjon. A gyerekek szempontjából természetesen idő kell egy ilyen feldolgozásához. Mi hagytuk ezt az időt, nagyon sok időt hagytunk, nagyon sok türelemmel hagytuk, és ez beért. Tehát én úgy gondolom, hogy ha így visszagondolnék az én gyerekkoromra, és hasonlót kellett volna megélnem, akkor én is ugyanígy viselkedtem volna, de ha hagyták volna, hogy megérjen, az én szüleim nem váltak el, de ennek ellenére én úgy érzem, hogy nekünk ez sikerült. Nekem 2 felnőtt gyermekem van, 2-2 unokával, tehát 4 unoka. Az Évének van egy szintén felnőtt lánya, ott még nincs, de várható az unoka, és ez a hagytunk időt, ez valóban így van, nagyon szeretik az Évit az unokáim, a gyerekek is elfogadták, és
valóban az a kérdés, ugye megfogalmazódott, azt mondták a gyerekek, hogy jó, összeházasodtok, na de most miért? Mi értelme van? Hát az az értelme, hogy szeretjük egymást, és úgy gondolom én is, és ő is úgy gondoltuk együtt, hogy ez egy szorosabb kötelék. Ő szeretett volna a feleségem lenni, én meg szerettem volna, hogy a feleségem legyen. Ennyi. Ez egy csodálatos dolog. Egy dolgot föl kell, hogy olvassak, mert pontosan szeretném idézni. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretetet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére, védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számunkra, és áldásul szolgál életünk minden más területén is. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet ilyen gyönyörűen összefoglalva a házasság értékeit. Tényleg nagyon szép gondolat, vagy nagyon szép volt, és ugye mi 8 év együttélés után határoztuk el magunkat erre, hogy összeházasodunk. Nem vagyok már egy fiatal ember, biztos látszik is, de még szeretnénk nagyon sok szép évet együtt eltölteni így. Hogyan készültetek az esküvőre? Hát ez, ha mondhatom, több variáció volt. Az első az volt, hogy elmegyünk Las Vegasba ketten, és ott összeházasodunk. Nagyon jó lett volna, de akkor nem lehetnek ott a gyerekek, a család. Akkor jó, akkor bemegyünk ketten, két tanúval, utána csapunk egy nagy bulit. Akkor ezt is elvetettük, mert akkor ő fog megsértődni, akkor az én családom fog megsértődni, akkor az ő húga, az én nővérem, na szóval akkor elkezdtük, hogy jó, akkor legyen egy normális esküvő, és akkor majd meglátjuk, hogy kit hívunk meg. Szűk családi körre gondoltunk természetesen, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy buta dolog, de úgy gondoltuk, hogy ezt nekünk már úgy nem kellene olyan nagy dobra verni. És aztán a végén 54-en lettünk a vacsorán, és még ennek a kétszerese volt a vendég. Tehát mi összes barátunk, az összes családtagunk, az összes ismerősünk, tehát mindenki, aki szeretett, az részt vett rajta. Ugyanakkor maga az előkészületre nem volt olyan sok idő, mert pont érdekes a dátum, pont ma egy éve, hogy az Andi is megkérte a kezemet, és onnantól kezdve indult egy szeptemberig egy időszak, ami nagyon nehéz. Tehát én belekerültem egy csoportba, ahol úgy mondták, hogy ez se fog sikerülni, az se fog, hát ezt egy évvel előtte meg kell csinálni, és nekünk nagyon nagy szerencsénk volt a helyszínválasztással is, meg a ruhámmal is, meg úgy mindennel, ami úgy összességében egy esküvőhöz hozzátartozik. Tehát én nem szerettem volna kosztümbe, rövid szoknyába férjhez menni, ugye habos-babos ruhába sem, de annak ellenére szerettem volna valami hercegnőset, tudat alatt minden nő ilyen egyébként, legalábbis én úgy gondolom, és szerettem volna egy olyan korunkhoz illő, szép, elegáns esküvőt, ami feledhetetlen lesz, és ez sikerült is. Milyen volt a mennyasszony? Hát tényleg szép volt, egyébként is szép, de tényleg nagyon klappolt minden, és szerettünk volna egy szép helyszínt ehhez az alkalomhoz. Sok mindent megnéztünk, sok minden lehetőség ilyenkor nyilván szóba kerül. Aztán vagy azért mindig valami probléma volt, és végül elmentünk az egyes számú ugye, központi házasságkötő terembe, akit nagyon sokan ismernek, és ott kiderült, hogy ott tavaly július 1-ével megszűnt, mert egy bérlemény volt, és ott megszűnt a házasságkötés, és az önkormányzat a Benczúr házzal kötött szerződést. Mi ezt már ismertük, egyszer voltunk közösen itt szilveszterkor,
és gyönyörű szép épület, gyönyörű szép maga az a terem, ahol aztán a házasságkötések zajlanak, és ez ügyben is szerencsénk volt, mondhatom, és pont volt egy megfelelő időpont, még ami nekünk is jó volt, szeptember 1-én, mi ezt gondoltuk, volt egy megfelelő időpont, és ott van egy étterem, már több alkalommal voltunk ott ebédelni, megismertük ott Remény urat, aki a vezető, egy csodálatos csapat, pont a befogadó képesség annyi, ami nekünk megfelelt. A dolog adta magát, hogy akkor itt az esküvő után egy vacsorát szervezzünk, és valóban szűkörű család, és a barátainkkal utána itt egy nagyon klassz buli kerekedett. És ha szeretnénk tényleg, lehet, hogy frázis, hogy boldogságban, szeretetben végélni mindenkivel, a családunkkal, közösen gyerekekkel, unokákkal, barátainkkal együtt. Persze vannak mindenhol, azért vannak, azért ez nem egy díszmenet a mi életünk sem természetesen, vannak köztünk óriási veszekedések, nincsenek, de mindig vannak, azért ő is mondja magáit, én is mondom a magamit, de ez, szerintem ez így jó, mert egyébként meg unalmas lenne. De köztünk ennyi idő után is én úgy gondolom, hogy tehát nem laposodott el, ezért mindig tenni kell minden nap szinte, vagy minden időszakban. Mi sokat megyünk a gyerekekhez, utazunk, ha megtehetjük ide-oda, tehát nem ücsörgünk csak a langyos vízben. Tehát ezzel nincs befejezve, hogy most összeházasodtunk. Igenis, ezt szeretjük jól megélni. Az élet most kezdődik. Igen, mondhatjuk, igen. Gratulálok. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Nagyon szépen köszönjük. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük sokkal.